Szabadkában a Lasshangversennyel ünnepelte a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara 45. jubileumát a Dorogi Márton Művelődési Központban. A zenekar az iskola legrégebben működő zenei együttese. Története az 1972-es évig nyúlik vissza, akkor alapította Fejes Márton tanár úr. A hangversenyt megelőzően Szálkai János, a fúvós zenekar vezetője elmondta, a mai előadás a jubileum mellett egyben emlékkoncert is Fejes Márton alapító és karnagy tiszteletére. Nagyon szerettük mindjárt, én személyesen is ismertem, ő egy doyenje a szakmának, nemrég ment el, úgyhogy róla, neki is szól az első része az együttesnek a műsorából, hiszen ő rá emlékezünk, mert ő nélküle ez a társaság nem lenne. Nagyon sokan vannak, akik már nagypapák, nagymamák, és visszaültek azért az ő tiszteletére is. Tehát feltétlenül meg kell említenem aztán Smidrotki Zsolt kollégámat, akinek nagyon sokat köszönhetek én személy szerint is, mert mindig beül a zenekaros, segíti a gyerekeket, átveszi, neveli a utánpótlás, úgyhogy és egy ideig ő is vezette, most is fog vezényelni. Hát reméljük, hogy kis meglepetés is lesz, reméljük, hogy jól süle lesz. Most nem árulom, mert akkor a poén nem lesz nagy, de nagyon sokat köszönnek nekik, és én hálás vagyok, hogy ilyen kollégákkal vagyok körbevéve. A Csimi fúvós zenekar számtalan fellépést és elismerést tudhat magáénak. Szerepeltek többek között a debreceni Virágkarneválon, 2007-ben Püspökladányváros önkormányzata a zenekar munkáját Pro Urbe díjjal jutalmazta, és 2014-ben megkapták az aranyminősítést is. Szálkai János, aki közel 20 éve vezeti az együttest, elmondta, a jubileumi hangversenyre széles repertoárral készültek, egészen a kezdetektől napjainkig igyekeztek minden a zenekar munkásságát felölelő klasszikusokkal megtölteni a másfél órás előadást. Tekintettel arra, hogy 72-ben alakult a zenekar, elég nagy kutatómunka folyt előtte, hogy összeszedni azokat a tagokat, akik akkor is már tagok voltak, és igyekeztünk olyan műveket is választani, amit akkor játszottak. Például a nyitó számunk, a Komplánó indul, az akkori sláger volt, úgyhogy ezt úgy megtanultuk, ugye a mai korban már nem nagyon játszok. És a másik oldalról meg igyekeztünk olyan műveket választani, amit elég sok kis kezdő is van a zenekarban. Tehát az első részében olyan számok is vannak, amik technikailag nem olyan nehezek, hogy a gyerekek is élvezzék. És természetesen nehézségi fokozattal megyünk tovább, tehát egész technikailag igen bonyolult művek is lesznek, reméljük a közönség tetszeni fog, és hát igyekeztünk ehhez igazítani a jubileumhoz, hogy a régi korokból is, és hát a kedvenceinkből is, meg még figyelembe véve a kicsi kezdőket is, hogy ők is örömmel üljenek be erre a koncertre. Röviddel a kezdés előtt mindenki elfoglalta helyét a közönség soraiban. A teltházas publikumot elsőként Rásó János alpolgármester köszöntötte. 45 év nagyon hosszú idő, és gyönyörűség belegondolni abba, hogy ez idő alatt milyen sok csodálatos tehetséggel megáldott fiatal nevelkedett a fúvózenekar égisze alatt, akik közül minden bizony nagyon sokan választották a zenét, mint élethivatást, illetve a zene tanítását, mint élethivatást. Maga a zenekar szinte állandó szereplője a városi rendezvényeinknek, de nem csak Püspökladányban, hanem a térség más településein is megfordulnak, elviszik a zenéjüket, örömet varázsolnak azokra a településekre. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb érték, hiszen maga a zenélés is önmagában örömet jelent, de aki hallja, annak számára pedig gyönyörűség. Én azt gondolom, hogy mai nap is ilyen gyönyörűségben lesz részünk. Én kívánom, hogy érezzék nagyon jó magukat, és a zenekarnak pedig nagyon jó zenélést kívánok. Köszönjük szépen! A folytatásban Kovácsné Csúszda Judit, a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónője ismertette a 45 éves zenekar munkásságát egészen a kezdetektől fogva. 1972-ben alapította az együttest Fejes Márton, püspökladányi ifjúsági fúvós zenekar, azaz PIF néven. Az együttes Marci bácsi keze alatt rendszeresen részt vett a város és a régió kulturális életében, városi ünnepségeken, kulturális rendezvényeken és több éven keresztül képviselte a várost különböző mazsorott csoportokkal együtt a debreceni Virágkarneválon. Ezután váltás következett, röpke 20 év telt el már, 1992-ben Smidrowski Zsolt, iskolánk trombita tanára, ő vette át a fúvózenekar vezetését. Követte a hagyományokat, valamint 1997-ben fúvózenekari találkozót is szervezett itt Püspökladányban.
Ebben az évben megkezdődött iskolánkban már a zenekari utánpótlásnak a nevelése Tücsök zenekar néven. Ezt még a mai napig is folytatjuk. 1998-tól aztán a jelenlegi karmester Szálkai János tanár úr vette át a zenekar irányítását, és 1999-ben a név is megváltozott, ugyanis felvette iskolánk névadójának, Csenki Imrének a nevét, és Csenki Imre Művészeti Iskola kezdőbetűiből Csimi Fúvós Zenekar néven folytatja további működését. Az ünnepi műsor első részében a 70 fős zenekar, köztük több alapítótag is, Szálkai János vezényletével Fejes Márton alapítóra emlékezett. A folytatásban Smidrócki Zsolt, egykori karmester lépett a zenekar elé, ám amint magasba emeltek karmesteri pálcáját Lehár Ferenc Juk-juk-juk című indulójához, váratlanul egy egészen másfajta dallam csendült fel, ezúttal csak is az ő tiszteletére. Smidrócki Zsolt tanár úron először a meglepettség, majd hamar a meghatódottság lett úrrá. Az alkalom különlegessége tehát nem csak a 45. jubileumban rejlett, ugyanis a karmester ezen a napon ünnepelte 50. születésnapját, melynek kapcsán kollégái és tanítványai így köszöntötték őt. A meglepetést követően az eredeti forgatókönyv folytatódott, következett Lehár Ferenc indulója.
széles repertoárban több filmzene is helyet kapott, mint például Herbie, a Kicsi kocsi, vagy a Rózsaszín párduc fülbemászó betétdala. A tartalmas és színvonalas előadás utáni állófogadáson Kovácsné Csuszda Judit igazgatónő elmondta, büszke, hogy teltházas koncertet adott a zenekar, s hogy az alkalomból több régi tag is csatlakozott hozzájuk. Örül a lelkem, mert úgy gondolom, hogy jól sikerült ez a mai koncert. Habár hozzá vagyok azért szokva, hogy mindig minden kollégám olyan, aki szereti a maximumot nyújtani, és amit a legtöbbet ki lehet hozni, addig nem nyugszik, és azt meg is teszi. Most pedig, hogy ilyen sok régi tag jelentkezett a zenekarba, hát az külön fantasztikus érzés. Mikor tegnap fölhívott János telefonon, hogy Jutka néni, képzeld el, hogy még szólni kell, a művházban nem lesz elég a 60 szék, hát nem lesz elég, hát már most itt vagyunk 50-en, és még jönnek a kisújzállásiak, 20-an. Úgyhogy intézkedtünk minden téren, hogy a több létszámot ki tudjuk szolgálni, és rendben legyen minden. Élvezzük minden percét, a próbáknak is, és magában ragadó az az érzés, amit, hát én ezt mindig is tudtam, ezért lettem zenész természetesen, hogy amikor ebbe belekóstol a gyerek fiatalként is, és szerintem mi mindnyájan ilyenek vagyunk, és azok a gyerekek, akiknek ezt át tudjuk adni, mert ez a közös örömteli boldogság, amit nyújt a zenélés, az átragad a gyerekekre is, és szívvel, lélekkel csinálják, és talán mondhatom azt, hogy nincs is nagy gondunk azzal, hogy beiskolázás tekintetében, mert szívesen jönnek. A fogadáson Smidrócki Zsolt tanár úr is részt vett, televíziónk a koncert és természetesen az őt ért meglepetés kapcsán is kérdezte. Nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk erre a napra. A kollégámmal Szálka János tanár úrral, aki most vezeti a zenekart. Én a részfúvósokat tanítom és nevelem. Készülünk sok fellépésre, sok szereplésre, és hát együtt dolgozunk a zenekar építésében. Hát nagy meglepetés volt. Tehát én is, mint régi karmester, kiálltam a színpadra, és két dalt vállaltam, amit én fogok levezényelni, és hát a zenekar az nagy meglepetéssel készült, ez a Happy Birthday valahogy nem illett bele a képbe, de azért kellett vagy két ütés, mire rájöttem, hogy nem az szól, amit én szeretnék hallani, úgyhogy nagy meglepetés volt, igen. Hát a kollégák nagyon kedvesek, meg a zenekari tagok is, és felköszöntöttek. A közönség is nagyon aranyos volt. Fejes Márton ikonikus alakja és tanára volt a Csenki iskolának, 25 éven keresztül dolgozott, mint részfúvós tanár. A jubileumi előadáson sajnos már nem lehetett jelen, ez év januárjában váratlan körülmények között elhunyt. A hangversenyen jelen volt fia, ifjabb Fejes Márton is, aki ekképp emlékezett vissza édesapjára. Állítólag egy ilyen püspökladány városi legenda, hogy miért szerettek Marci bácsi órájára bejárni a diákok, azért, mert ott lehetett felmenni a padlásra a zeneiskola tetején. Állítólag ez volt az egyik ilyen nagyon kedves emlék, amit többen elmeséltek már nekem. Alapvetően az, hogy ikonikus alakja volt a zenekarnak, ez nyilván abban, amikor benne éltek, akkor ő tette a dolgát, tette, mint egy pedagógus, tette, mint egy egyszerű karmester, egy zenekarvezető. A gyerekekhez kapcsolódó közeli
közelállóságát bizonyította ez, folyamatosan a gyerekek közelébe volt, a gyerekeket már ők partnernek tekintette, és hát amellett, hogy tanítványok voltak, amellett az kis mini koncertek nekik azért nagy dolgok voltak a gyerekeknek, akik most már felnőttek lettek ez alatt, az idő alatt, és igazából a pedagógus munkássága az, ami szerintem nagyon így utólag ikonikussá tette őt. Ugye elhangzott az előadás közben is, hogy ugye nem esett messze az alma a fájától, tehát külsőleg mennyire hasonlít az édesapjára. Hivatást tekintve is van ez a párhuzam, létezik? Sajnos nem. Én inkább a fényképezés területén dolgozok, egy fotóstúdiót vezetek, és annak igazából az irányítója vagyok, lehet mondani karmestere vagyok a fotóstúdiónak. Az édesapja sosem szerette volna, hogy ilyen pályát válasszon? Én úgy gondolom, hogy volt rá próbálkozás, de ő, mint pedagógus látta, hogy engem ez annyira nem fogott meg, és nem erőltette, és nem kezdte azt abba a, nem esett abba a hibába, hogy mindenképpen már pedig nekem zenésznek kellni. Ő úgy gondolta, hogy ami érdekel, abba az irányba menjek el. Márton hozzátette, nagyon örült a meghívásnak, továbbá elismerését fejezte ki a hangverseny kapcsán, mely legalább annyira hivatott volt emléket állítani az édesapja számára, mint magának a zenekar elmúlt közel fél évszázadának. Óriási meglepetés volt ez számomra, nem is gondoltam volna, hogy ekkora blokk lesz a koncerten belül. Igazából meglepetésként ért, és nagyon meghatódtam. Smidrócki tanár úr is megosztotta velünk kedves emlékeit, ahogy ők hívják, Marci bácsi kapcsán. Én gyermekként emlékszem vissza rá, én is hozzájártam, nem hangszeres tanárként, hanem a zenekar tagjaként. Nagy szeretettel vettük körül, rengeteg élmény van vele kapcsolatban, rengeteg tábor, zánka, csillebérc, akkor ugye még úttörő idők voltak, nagyon sok fellépés, és hát mint a tyúkanyó, és mi a kis csibék körülvettük, és nagy szeretettel hát ittuk a szavát. Nagy munkája van ennek a zenekarnak és a zeneiskolának az építésében. Így ünnepelte a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola legrégebben működő zenei együttesének 45. évfordulóját. A hangversenyt a jövőben teljes terjedelmében is megtekinthetik majd Kommentár nélkül című rovatunkban.